Ismét eltelt egy hónap, újra itt a Kedvenc magazin. Köszöntöm kedves nézőinket! Különleges tanfolyam. Erről lesz szó a mai Kedvencben. Sőt, legszerencsésebb nézőink ma nyerhetnek is velünk, hogy mit és hogyan megtudhatják adásunk végén. Tartsanak velünk! Pánik helyett segítsünk! Első segély tanfolyam gazdiknak. Ha bármi baj éri a kutyánkat, a legrosszabbat azzal tesszük, ha pánikba esünk. Mi a teendő baleset vagy sérülés esetén, hogyan tudunk segíteni bajba jutott kedvencünknek? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a kutya első segély tanfolyam résztvevői. Érdemes a másik oldalon rögzíteni, mert akkor a kutya nem fogja majd leszedni magáról. Molly türelmesen tűri, hogy bekötözzék a lábát. A barátságos kutyusnak szerencsére semmi baja sincs, csupán modellnek állt az első kecskeméti nyújts segítő mancsot kutya első segély tanfolyamon. A képzés hazánkban egyedülálló kezdeményezés, mely Kecskemétről indult útjára. A tanfolyam megálmodója és oktatója Kis Anna, a nyújts segítő mancsot című könyv egyik szerzője, aki a témában szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szeretné átadni minél több felelős kutyagazdinak. Az egyik kutyámat ért baleset során tapasztalt tehetetlenségem és információhiányom indította el bennem a kutatási vágyat a kutya első segély irán. Magyarországon eddig nem igazán foglalkoztak ezzel a témával, ilyen jellegű könyv nem létezett. Az interneten pedig számos ellentmondásos információt találtam egy-egy problémával kapcsolatban, és szerencsére külföldön már évekkel ezelőtt felismerték az első segély jelentőségét az állatok esetében is, és több kurzus közül választhattam. Én egy angliai kutya első segély nyújtó tanfolyamot végeztem el sikeresen, viszont itt nem álltam meg, tovább képeztem magam, és nem utolsó sorban elvégeztem egy állatorvos asszisztens képzést is. És arra gondoltam, hogy ha számomra is hiányoztak ezek az információk, akkor a többi kutyagazdi is küzdködhet információhiánnyal, és ugyanolyan nehezen tudja eldönteni, hogy melyik nagy nehezen megtalált információ jelenthet tényleg segítséget a bajban. És így született meg a könyvírás, illetve később a kutya első segély nyújtó tanfolyam gondolata. De ebben a közel sem egyszerű munkában segítségemre volt egy kiváló, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező állatorvos, dr. Mező Tibor. Az első tanfolyam idén márciusban volt Budapesten, azóta a fővárosban már összesen 6 kurzust indítottak. Majd jött Pécs, Kecskemét, hamarosan pedig Egerben, Győrött és Mosonmagyaróváron is várja a gazdikat a nyújt segítő mancsot képzés. A fogadtatás nagyon jó, viszont én úgy érzem, hogy az emberek itthon még nem igazán nyitottak erre a témára. Úgy gondolják, hogy ha a kutyus bármilyen baj éri, az ők annyit tehetnek, hogy elviszik az állatorvoshoz, és ez így is van rendjén. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik a kutyussal addig, amíg eljutunk az állatorvosi rendelőbe, ami valószínűleg nem csak egy-két sarokra van tőlünk. Tehát természetesen a haladéktalan állatorvosi ellátás az elengedhetetlen, de nem mindegy, hogy milyen állapotban jut el a kutyus a rendelőbe. Az emberek a humán elsősegélyt gondolkodás nélkül megtanulják, és szeretnék tudni, hogyan segíthetnek embertársaikon, hogyha például az utcán baleset éri őket, de arra nem gondolnak, hogy a kutyák esetében is életmentő lehet, hogyha tudjuk, hogy abban a bizonyos vészhelyzetben mi a teendő. Remélem, hogy sok kutyagazdihoz eljut ez a könyv, és egyre többen jelentkeznek majd a tanfolyamra, és ezzel is segíteni tudjuk őket a felelős állattartásban. A tanfolyam sikerének titka nem csak abban rejlik, hogy Magyarországon egyedülálló, hanem abban is, hogy Anna nem csak elméletben adja át a tudását a képzés résztvevőinek, hanem a gazdik a gyakorlatban is kipróbálhatják frissen szerzett ismereteiket. Az elméleti tudás mellett vannak olyan területek, ahol a gyakorlat ismerete is nagyon fontos, ilyen például az újraélesztés, amelyet az országban egyedülálló módon csak a nyújt segítő mancsot kutya első segély tanfolyamon tudnak a résztvevők begyakorolni egy kutyamanőkkel segítségével. De ezen kívül kipróbálhatják frissen szerzett tudásukat a sebkötözés vagy a végtagsérülések területén is, de szó esik a különféle mérgezésekről, égésekről, hőmérsékleti problémákról, mint például a hőguta vagy kiszáradás, beszélünk a lázról, gyomorcsavarodásról, tehát nagyon sok területet érint a tanfolyam. Egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, és utána befújsz. Egyet. Magyarországon hiánypótló, tehát még ilyen jellegű könyv nem jelent meg. Az egyetemen, az általános tudományi egyetemen sincs ilyen jellegű tanfolyam, ahol elsősegélyt
elsősegély nyújtást mutatnának be kutyákon, illetve nincs ilyen jegyzet, vagy nincs ilyen jellegű könyv. Most annan nagyon jól összeszedte ezeket az elsősegélyhez szükséges ismereteket, és tényleg egy olyan jó kis kézikönyv sikeredett belőle, amiből bárki megtanulhatja és alkalmazhatja saját kutyáján. Nyilván azt tudni kell, hogy egy városban mondjuk el lehet jutni több úton is, tehát ugyanígy az elsősegélynek is nagyon sokféle fajtáját lehet alkalmazni. Ez függ a tulajdonostól, függ attól, hogy milyen a kutyája, de nagyon sok körülményektől, tehát nagyon sok mindentől függ. Dr. Mező Tibor szerint az ijegység miatt a legtöbb gazdi nem tud segíteni kutyájának a bajban. Nem tudják ugyanis, hogy mi a teendő, ezért pánikba esnek. Legjellemzőbb a pánik. Na most a pánik ugye az akadályoz meg a leginkább a cselekvésben, és az, hogy tényleg objektíven tudjuk értékelni azt, hogy most mi is van a kutyánkkal. Mindenféleképpen ez a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. A pánikot, hogy elkerüljük, mi egy alapos tudásra ugye el lehet kerülni, mert hogyha tudjuk, hogy mi a teendőnk, akkor szép folyamatosan, nyugodtan, nekiállva biztos, hogy tudunk segíteni a kutyán. És hogy miért kell segíteni a kutyán? Hát a legfontosabb az, hogy úgy kerüljön oda a rendelőbe egy kutyus, hogyha már kezdetben meg lehetett előzni a súlyosabb következményeket, károsodásokat, akkor ezt tegyük meg, mert jóval hamarabb gyógyul meg a kutya, tehát lerövidül a gyógyulási idő, illetve jóval nagyobb túlélési esélye van ebben az esetben. Ha pánik helyett tudjuk, mi a teendőnk, segíthetünk kedvencünkön, és az állatorvos munkáját is megkönnyítjük. Sokkal könnyebb visszahozni egy olyan kutyát, ami már elsősegélyben részesült, mint aki mondjuk vérzik, nincs bekötve, vagy pedig leállt a légzése, nem sikerült még helyreállítani. Tehát nyilván akkor jóval nagyobb a kockázat a kutya számára, és az állatorvosnak is nyilván több munkája van le. A tanfolyamon részt vett Farkas Andrea, a Kutyával egy mosolyért alapítvány önkéntese is, akit műsorunk nézői is megismerhettek már, mint a világot jelentő deszkákon is derekasan helytálló Bobby gazdáját. Fontosnak tartottuk, hogy legalább egy ember az alapítványnál rendelkezzen ezekkel az információkkal, és tudjon segíteni akutan egy ilyen helyzetben. Például nyáron most, akkor ilyen nagy meleg van, akkor a kutyusok ugye ki vannak téve ennek a melegnek, a fellépésekkor bizony előfordul, hogy hősokkot kapnak, és nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor tényleg egy képzett szakember gyorsan tudjon lépni és segíteni ezen a kellemetlen helyzeten. Minden kutyásnak szerintem el kellene jönni egy ilyen tanfolyamra, hiszen csak ha a saját kutyája van otthon az udvarban, az is nagyon-nagyon hasznos lehet, hogy a kutyáját egy ilyen helyzetből meg tudja menteni, és adjon esélyt arra, hogy tovább éljen a kutyus, és ne történjen vele végzetes dolog. A tanfolyamról bővebb információt, híreket és érdekességeket olvashatnak a www.kutyaelsősegély.hu weboldalon, valamint a Nyújt Segítő Mancsot Facebook oldalán. Játszanak velünk és nyerjenek! Azok között, akik helyesen válaszolnak következő kérdésünkre, 3 darab Nyújt Segítő Mancsot című könyvet sorsolunk ki, egy szerencsés nyertesünk pedig részt vehet a következő Kecskeméti Kutya Elsősegély tanfolyamon. A kérdésünk, ki a Nyújt Segítő Mancsot című kötet szerzője és egyben a Kutya Elsősegély tanfolyam kitalálója, oktatója. A helyes válaszokat a ktv@kecskemetitv.hu e-mail címre várjuk augusztus 20-áig.